A kutatással nem csak Nyíregyháza, a főiskola is fejlődik, hangsúlyozta a projekt nyitó rendezvényén Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere. A projektben egy főiskolai kutatócsoport próbál megoldást találni arra, hogy ne kerülhessen gyógyszer maradvány az ivóvizekbe. A kutatási alprojekt a szennyvizekben, szennyvíz iszapban, szennyvíz alapú kompozban előforduló egyes gyógyszermaradványok eliminálását célozza meg, azaz kivonását, eltávolítását, mert ha benne marad, valójában a végén, ha ezek a gyógyszermaradványok benne maradnak, akkor az élővízbázisba kerül. A projekt részeként saját laborban mutatják majd ki ezeket a maradványokat. A pályázat keretében felkészítik továbbá a fiatal szakembereket a nemzetközi kutatói munkákra, valamint Európai Uniós országok és hazai felsőoktatási intézményekkel próbál kapcsolatot építeni a nyíregyházi főiskola. A szennyvizeket ezentúl újfajta eljárással tisztíthatják majd. A projektben az innováció az, hogy a szennyvizekben természetesen már vannak olyan mikroorganizmusok, amelyek képesek gyógyszerhatóanyagokat magukhoz venni, esetleg magukba zárni. Na most ugye ezeket a baktériumokat kellett megkeresnünk, részben szennyvízből sikerült, és ezeket újszerű technikával felhasználni, egy új technológiai eljárást kidolgozni arra, hogy ezeket a mikroorganizmusokat bevive más rendszerekbe, ott is aktívan működjenek. A projektben összesen 33 főiskolai dolgozó vesz részt, valamint 21 együttműködő partnerük van.